A város szívében, az Árpád utcán, a kőfal tövében fennmaradt a múlt egy kis darabja. A Népművészeti Tájház műemléképülete a 19. század elejétől egy nagy gazdacsalád élettere volt. Több generáció született, élt és halt meg e falak közt, melyek meg annyi történetet tudnának mesélni a régi időkről. A különböző feladatokat megosztott a tagjai között a család, így sok egyéb mellett például a tyúkok gondozása asszonyi munka volt, míg a tüzelőfelaprítása és a bubos kemence fűtése a férfié. Család ideje nagy részét főként télen, a lakószobában töltötte. A különböző generációk megosztották egymással a szobát, amelyben helye volt a pihenésnek, bizonyos munkáknak, a vendégfogadásnak, az étkezésnek és a szórakozásnak. Korábbi évszázadokban a közösségeket szoros szálak fűzték össze, amelyek a kölcsönösségen alapultak, és a rokonok, barátok, szomszédok rendszeres látogatásaiban valósultak meg. A családok számára ez a külső kapcsolatháló társasági élményeket és biztonságot is jelentett. Fontos szerepet töltött be a népi kultúrában. A megjelenés rendezettsége, szabályszerűsége elengedhetetlen volt. Az önellenőrzés mellett babonákban is szerepet kaptak a tükrök, például férjósláskor, vagy a család eltávozott tagjának elengedésekor. A család számára az új generáció érkezése létfontosságú volt. A gyermekek nem csak a család, de a gazdaság fennmaradásának reményét is jelentették. Thank you.